megbocsájtunk mindeneknek. Aki ellenünk védette. A bukovinai székelytábor fennállása alatt sok változáson ment keresztül. Ezek eleinte főleg gyűjtőtáborok voltak, idős emberekhez látogattak el, az ő emlékeiket nézték meg, illetve a kézműveskedésen volt a hangsúly. Az idei összejövetelen András Favi professzor lélekemelő előadásán hallhattunk a mai világunk fő problémáiról, összehasonlítva, hogy a régi időkben mennyivel gazdagabb élővilág, milyen bőséges sok természeti kincs volt, az akkori emberek szokásai, értékrendjük, egyszerű megoldásaik a mindennapi dolgokban sokkal élhetőbbé tették a világot számukra. A középkorban, még mielőtt nem lett pusztítóvá a nagyuraknak a profitéksége, csodájára láttak Magyarországon a középkori emberek. Ja, hát az egy édenkert. Ott minden van. Gyönyörű. Ott egy folyó áll két rész vízből és egy rész halból. Ennyi halat, hogy csak Norvégiában látott, de a Norvégiában a kenyérhelyett is halat esznek, de Magyarországon mindenféle zöldség, a gabona és egyebekben is. Csodálatos mennyiség. Ez ott az áttérgazdálat. És ebben minden gazdálkodás, ami a áttérített, érintő folyó mentén folyt, közös volt. Nem volt felosztva, hogy most tiédet, most a tenyém, most hagy békén. Most a szervezők mindenféle témakörben számos előadó által szeretnének ismereteket átadni az az iránt érdeklődőknek. Hát volt egy ENSZ felmérés, ami éppen ezt vizsgálta, hogy a kis létszámú népeknél hogy alakul a nyelv sorsa. És hát valami egészen tragikus eredmény jött ki. Volt olyan, ahol már csak egy ember élt, aki azt a nyelvet éppen beszélte, vagy csak tizen, és állítólag évente 10 nyilván kis létszámú népesség nyelve hal ki a Földön. Az becslés szerint 7000 nyelv van, és 200 év múlva már csak olyan 100 lesz. Na, mikor én ezt olvastam, akkor fuha, mondom, és mi van a bukovinai székely nyelvvel? Hát, majdnem hasonló. Ez a nyelv már nem élő nyelv. Ezt elhagytuk. Akkor, mikor elhagytuk a bukovinát, a széke vagy a szülőföldjéket. Habár nyelve már nem élő, de hagyományai szerencsénkre megmaradtak, illetve hála a lelkes kutatóknak, néprajzi szakembereknek és a Bukovinai Székely Szövetségnek, akik utána jártak és megörökítették. Így most már mi is csodálhatjuk akár az építészetben, akár a néptáncban, énekekben. Hát ez tényleg olyan területe a hagyományainknak, ami nem jött velünk, nem tudtuk hozni magunkkal, mert az énekeinket, szokásainkat, ruhánkat, mi egymást azt el tudtuk hozni. De hát a házzal mit? És akárhova kerültek a székelyek, ott mindig más házába, vagy elhagyott házakba kerültek. Újat építeni nem tudtak olyan stílusban, mert ez rengeteg fa kellett, és ez csak Erdélyben volt, meg a Bukovinában, itt mit tudom én, a Baldunánál nem, vagy Déván nem volt meg. És úgy éreztem, hogy illetve nem találtam ezzel kapcsolatban semmi irodalmat, vagy megemlékezést, vagy kutatást. És akkor gondoltam, hogy hát ha mást nem, akkor úgy látom, hogy ez az én dolgom lesz. És akkor évek alatt, hát utána voltam kint többször, körbejártam az összes települést, feljegyeztem, meg lefényképeztem azokat az épületeket, amiket még hogy nagyjából eredeti állapotban találtam, és elkezdtem szervezni a kutatást, a felmérést, hogy ki kell oda utatazni, ugye kell beszélni a helyi irányítókkal, hatalmasságokkal, hogy nem visszafoglalni jövünk, hanem szeretnénk felmérni régi, egyszer volt székelyházakat.
Nagyon gazdag az örökségünk. Mi még mindig tudunk tanulni olyan fonográf felvételekről, amit 1914-ben Kodály Zoltán Bukovinába vett föl. És itt vagyunk majdnem 110 évvel később, mert hogy 2023 van, és jövőre 24 lesz, és még mindig van olyan asszony, aki őrzi ezt az örökséget. Itt van a Kéti Hajdú Józsefné Margit néni, aki gyakorlatilag, hát tulajdonképpen ő még most mindent tud, amit a régiek. Rengeteg szent éneket énekel, amit a családba folyamatosan énekeltek és használtak. Mindig megkérdezem tőle, hogy családba tanulta, vagy a népdalkörbe, ugye Jakab Évi kutatta a bukovinai székely zenei énekelt anyagot, és sok mindent visszatanultak ezek az asszonyok is. De Margit néni még a tudása nagy részét azt a családból örökölte, és nekünk a legfontosabb dolgunk, hogy ezeket átvegyük, megőrizzük, és továbbadjuk a következő nemzedéknek. A témák szerint összeállított programsorozatban minden nap más-más érdekfeszítő területen merülhettek el a vendégek. Az idei táborban a tudás megosztása lényeges. Ez azt jelenti, hogy a megkopó, több generáción keresztül már változó emlékeinket szeretnénk továbbképzésszerűen sok-sok előadással helyre rakni, hiszen a korosztályok, ahogy egymást váltották, ahogy a tudás átöröklődött most már egyik emberből a másikba, itt ott bizony már nem egészen az, ami eredetileg volt. Tehát muszáj ezt előadásokkal rendbe hozni, fölhívni a figyelmet az értékeinkre, pontosítani a jelenlegi generációnak a tudását. Azt remélem, hogy ez a fajta program, amit idén megkezdtünk, ez évről évre folytatódni fog, hiszen annyiféle téma van még, amivel foglalkoznunk kell. A szervezők azt remélik, hogy ez a programsorozat évről évre folytatódik majd mindig változatosabb témakörökkel.